premier a Digi Sporton, pénteken este mutatkozik be csatornánk új műsora, a Hello Bajnok, amely egyfajta reality report műsor lesz, a Dávid futásából már ismerős fiatalok fogadják a londoni olimpiáig a magyar reménységeket, méghozzá test közelből, edzés közben. Na hát akkor erről lesz szó vonalakban, a vendégek a Hello Bajnok arcai, Kappelmajer Zita, Győri Bence és Pató Márton, sport reality felfedezetjénk, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, Most gyerekek, ez hogy volt? Akartatok egy kicsit futni és aztán ez lett belőle? Én már úgy nagyon nem akartam futni, de hát de aztán ez lett belőle. Pont nem? így alakult. De, de ez jó, mert itt nagyon sok mindent kipróbáltunk. Beladoptak minket a mély vízbe. És ő, jó úszni? <laughs> Úszt még nem úsztunk, de fogunk. Vagy és... legalábbis evezni, nem? Igen. Az nagyon kellemes volt, igen. Nagy meglepetés volt, hogy ez tényleg ennyire nehéz perni egy olyan hajóval, mint amilyenben voltunk. Na most egyébként, amikor ez felvetődött, hogy valami ilyesmibe kéne belevágni a kis csapatnak, akkor rögtön izgalomba jöttetek, hogy oké, okay, ez, ez igen, vagy pedig kellett azért győzködni. Engem egyáltalán nem kell győzködni, szerintem az olimpikonokkal nincsen olyan ember, aki ne akarna megismerkedni, meg egy kicsit belelátni, hogy hogy edzenek. Elképesztő egyébként látni, hogy mennyi munka van ebben, és tehát tényleg az, hogy nagyjából hozzá se tudunk szagolni dolgokhoz. De... Ha hát csak néztek, mint a moziban, nem? Igen, nem tudok hozzátenni az itt elmondani valójához annyit, hogy ez ugyanúgy, mint a Dávid utás egy óriási nagy kaland számomra, és egyszerűen nem kellett kérni, egyértelmű volt, hogy elvállaltam. De nagyon nagy öröm, hogy igazi teljesítményekkel tudunk találkozni. És igazi sportolókkal, akik akik mögött óriási felkészülés van. Ez egy tényleg nagy élmény és nagy öröm is egyszerre. És végre nem nektek kell izzadni. Na most egyébként hogy van? Ugye hárman csináljátok, hárman e, vagytok műsorvető, ki a főnök? Egyenlőség van inkább. Igen? Szabadság Egyenlőre. és testvériség. Na azt viszont tudjuk, hogy visztek háromféle karaktert. Van egy okostóbiás, igaz? Ez elvlegény. Igen, ez te, te Van egy ilyen vagánykodó Igen, próbálom. Meg van egy csajszi, aki ilyen ráérez, nem beleérez, hogy ilyen ilyen szegény, el van fáradva. Igen. Nem tudom, szerintem lányként nekem nem nagyon kell keresni ezt az utat, mert én csak úgy... ha neked egyszerű. Hát én magamból vagyok. Tehát, a de a, a fiúk is. is. a fiúk tényleg ilyen. Egyébként teljesen buta vagyok, csak így néha okoskodom. De igen, tehát néha próbálkozik. Én meg nem is vagyok vagány. <laughs> <tudjuk. laughs> Az eddigi felvételekbe mi volt a legizgibb, mit élveztetek legjobban? Hát azt hiszem, hogy ezt, amit az előbb láthattunk, ez nem volt piskóta, tehát egy ilyen hát elég rozog a nem tudom hány helyen lyukas csónakban. <laughs> itt, itt most, hogy világos legyen, szónokon voltatok. Szólnokon két két evezős, evezős olimpiai reménységet, ugye Simobilát és Juhász Adriánt jártátok körül, földön, vízen, levegőben. Hogy, hát, hogyha elejtettétek, akkor levegőben is volt. De szóval ebbe Ebben ebbe mi volt? Tehát egyszerűen a körülmények? Szóval azt, gond, azt gondoltatok egyébként, hogy ennél hiperebb, szuperebb körülmények között nyomják a nem, nagyon nehéz volt a hajó, nem gondoltuk volna, hogy ilyen nehéz a hajó, uh -huh. hogy levinni onnan föntről le, amit ők minden nap megcsinálnak, számunkra már az nehézség volt, mint az látszott a promóban is. Aztán konkrétan beleültettek minket a hajóba, és hát ő, így nem tudtuk, hogy mit kell csinálni, és így elkezdtünk lefele csobogni, eléggé félelmetes volt. Bence a legjobb. <hállt> Igen, a vagány. <hállt> a vagány, Am Amúgy amikor így elmentek, azóta volt már egy pars Christian. Igen és most meg, ahogy mondtátok, most pingpongozni fogtok. Így van. Most legalább fedelt be lesz. <laughs> meg ott nem kell hajócipelni cipelni. Mert, igen. Is Na is most, igen. amikor így belevágtok egy kalandba, tehát megnéztek egy társaságot, egy versenyzőt vagy egy, egy csapatot, akkor előtte így készültök, vagy pedig direkt az, hogy hú, tehát így megérkeztünk az utcára, Szüzen, mert ezek lehetnek stratégiák. Ti melyiket választod? Én általában azért mert Okos úgy megyek, hogy, kicsit, hogy valamennyit tudok róluk, de azért vannak olyan sportágak, például az evezés, aminek a történetét vagy a statisztikáit annyira nem tudom fejből. De nagyon szeretek elmérni benne, ezért aztán külön föl is készülök, hogy ne tűnjek teljesen hülyének, amikor ott vagyunk. Hát, Te hát, meg vagánykodsz. Én meg, én meg hagyom a Marcinak az okoskodást, én csak adom önmagam is próbálom a humort belevinni a műsorba, amennyire tőlem telik. Én mindig utána nézek, hogy kihez megyünk, de azt nem nézem meg, hogy most milyen technikával fogunk dolgozni, vagy milyen felszereléssel, mert az úgy jó, hogyha először próbálunk, és akkor látszik, de hogy egy átleg embernek hát mennyire, mennyire nehéz, és szinte lehetetlen ez a dolog, tehát uh -huh. a kalapács, uh -huh. meg uh -huh. Na most mennyire nyitottak az áldozataitok erre a, a kíváncsiskolásra? Mit tapasztaltatok eddig? Mi alapból ugye egy kicsit úgy megyünk oda, hogy jaj, nem akarjuk őket nagyon zavarni a felkészülésben, de hát azért egy napjukat mindig ezzel egy kicsit lelassítjuk, de nagyon, a sportolók nagyon nyitottak, viccelődünk velük, szívesen azt is megmutatják, hogy, hogy nem tudom, utána mit csinálnak, kivel barátkoznak, kutyát sétáltatnak. Milyen a víz alatt. Igen, <laughs> <laughs> nagyon minket. Meg ugye általában eddig fiatal sportolók voltunk, hiszen a sportolók alapvetően fiatalok szoktak lenni. A jól és... Mink, hogy így, mert amikor mentek a 70 éves olimpiára készülő. Azt hát mondjuk a Dávid futásából Pista, te is mondható, de már amennyire fiatal, ez a fiatalos lendület bennük is megvan, meg bennünk is, ezért egy jó harmónia szokott lenni általában, amikor ott vagyunk. legmókásabb élmények eddig. Nekem a legjobb élményem az Pas volt, az, hogy, hogy ránézel az ember egy óriási nagy darab sportoló. És, nem dobott el. Nem? És, és, nem dobott el, de, de olyan humora van az embernek, hogy az ami eszméletlen. Tehát végig nevettük az egész forgatást, nagyon-nagyon jó fej volt. Pénteken Azért... indul a buli, még azt mondjátok meg, aztán szabadat ne felett, hogy ha, ha kinek, kinek lehetne kívánság, hogy kicserkészne be, kinek lesné meg egy napját, akkor kinek, kinek ki lenne az? Hát azt hiszem, nem mondok meglepetést, hogyha azt mondom, hogy a vízilabda válogatottnak. Uh, Neked ugye, a vízilabda válogatott. Uh -huh. Én a boxolást várom nagyon, mert azt, azt ki szeretném próbálni. Egy, egy profi boksolóval illetve amatőr boxolóval, aki az olimpiára A, legjobb az Én, az úszókkal való találkozást várom nagyon, mert korábban úsztam is, és nagyon, őket mindig, mindig követem bármilyen világesemény van. Uh -huh. De akkor azt ígérhetjük a nézőknek, hogy szép sorba, minden kívánság teljesülni fog. Ez így van, és igen. Az a legjobb, hogy megismerhetik az embert a sportoló maga, tényleg test És ez nekünk is nagyon izgalmas. Mert hogy titeket elsősorban az érdekel? Hát. Az ember is a mögötte rejlő teljesítmény, igen. Mm. Meg az a sok szenvedés, meg, Így van. meg meló, ami benne van. Ez biztos. Így van. Hát az, az, akkor ez legyen szerintem tudó, de vicces, nem? Az a legjobb, nem? <laughs> az, egy, az egy jó hang. Nem. Próbálkozunk. Hát mi megfigyelünk, és aztán majd odafigyelünk közben, hogy még milyen ügyeitek vannak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és jó munkát. Köszönjük.